Köszönöm szépen a szót, és az előttem szólókhoz hasonlóan én is megköszönöm a szervezőknek, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy itt szóhoz jussunk, illetve köszönöm a hallgatóságnak, hogy így kitartóan a harmadik szekció alatt is végüli azt az előadás sorozatot. Én néhány szót az első magyar műhold fejlesztéséről szeretnék mondani önöknek, amit igazából a Műegyetemen most már közel 40 éve követtünk, illetve követünk el. Szerencsém van, mivel az előttem szólók az űriparról már rengeteg szót ejtettek, nagyon sokat meséltek arról, hogy miért jó az űrkutatás, miért van rá szükségünk, hol találkozunk vele a mindennapi gyakorlatba. Ezért ezt tovább is lépni, mivel az időnk az nagyon rövid. Inkább bemutatnám egy picit azt a szabványt, ami alapján mi ezt a műholdat fejlesztjük, ez az úgynevezett CubeSat szabvány. A szabvány előírja az adott műholdnak a befoglaló méretét, a tömegét, de ezen kívül elég nagy szabadsági fokunk van, igazából azt próbálunk meg belepréselni, amit szeretnénk. A korábbi szabványit jelölve is van még 1 kg tömeget engedett meg, a 4 év alatt a szabványt frissítették, rájöttek arra, hogy a miniaturizálás világába élünk, egyre több elektronikát lehet betenni ebbe a térfogatba, így most már megemelték a szabványos tömeget 1,33 kg-ra. Mi még ezzel az 1 kg-os tömegkorláttal dolgoztunk, hogyha jól tévedek, akkor sikerült 986 g terjedelembe besűrítenünk a tudást, ami igazából azt tudja, mint minden átlagos műhold, ugyanúgy van rajta a fedélzeti számítógép, kommunikáció és tápellátás, tehát az összes fontos fő részegységet meg kellett valósítanunk a Holdon. De hát nem elég egy kockát csinálnunk, kell azért egy kicsit több is ehhez, hogy ebből egy működő szatellit legyen. Ez természetesen biztosítanunk kell egy földi állomást is, hiszen a műhold jeleit valahogy le kell gyűjtenünk. Elég komoly falat maga a felbocsátás, ugye Magyarországnak nincsen, illetve nem tudunk róla, hogy lenne rakétája, nincs egy régi kimustrált atomtengeraltjárónk, ami lenne egy ballisztikus rakéta, amivel pályára tudjuk állítani a csendes óceán kellős közepéről, bár láttunk erre fotót, de az sajnos nem a miénk volt. Szóval, mivel ilyen nincsen, ezért a felbocsátást le kell szervezni valakivel. Több mindenki szóba került, majd mutatok néhány rakétát. De hát mindemellé még tartozik egy úgynevezett plusz menedzsment, amit egy átlagos űrkutató nem biztos, hogy a saját projektje kapcsán megismer. Ugye közel 40 éve van a Műszaki Egyetemen is már űripari fejlesztés, különféle részegységeket, aszteroida kísérlet, Rosetta is, így tovább sorolhatnám a végtelen hosszú sort, Bandi bácsék, Svint András, aki a szakmában járatos, nagyon jól ismert az ő neve külföldön is. Tehát ők már azért nagyon régóta nagyon sok mindent letettek az asztalra, de ez egy teljesen új műfaj, amikor nem csak a kolléga az admatiszttal ugye említette az A-fázistól az F-fázisig, kitalálják helyettünk nagyjából, hogy mit szeretnének, és egy specifikációt kapunk, és ott a CD fázis környékén veszünk részt a projektbe. Nem ebbe a projektben nekünk tulajdonképpen az A fázistól egészen az F fázisig mindent meg kellett valósítanunk. Tényleg nagyon jó, hogy ennyien beszéltek előttem, mert simán hivatkozhatok az előttem szólókra. Na most ez azért egy új plusz szemléletet, egy új irányt is hozott ebbe az egész projektbe, és hát rögös út volt, meg kell, hogy valljam az összes nemzetközi engedélyeztetéssel, frekvenciától elkezdve minden egyébnek, de kijártuk, és végül szerencsésen nem akarok a későbbi szlájdok elébe menni, de van egy kvalifikált műholdunk, ami engedélyt kapott PSLV rakétán való részvételre. Hát itt láthatok azok a részegységek, amiket már az előbb említettem, ugye minden egyes műhold fedélzeten megtalálható. Ez a 6 panel kap majd helyet igazából a mi kis műholdunkba. Ezek felelősek azért, hogy azt a közel 150 telemetria adatot legyűjtse nekünk. Azért van magyar virtus szerint egy-két újítás ebben a műholdban. A CubeSat kategóriában ez viszonylag ritka, hogy ilyen nagy mennyiségű telemetria adatot legyűjtsünk. Leginkább erre azért van szükség, mert nem szeretnénk, azért is adtuk neki a MASZAT egy nevet, hogyha itt megállna a történelem, hanem szeretnénk majd ezen a technológiai vonalon tovább haladni. Ugyanis, mint magyar szatellit, természetesen, nem véletlen a provokatív kérdés Gábor részéről, ahol csak lehet kihangsúlyozott, de köszönöm, hogy közbe kérdeztél. Szóval próbáljuk ezt a technológiai vonalat mindenképp folytatni majd a jövőben is, és leginkább azért, mert ami izgalmas mondjuk egy nemzetközi együttműködés kapcsán, hogyha nekem van egy tudományos kísérletem, például ugye a SAS-t láttuk korábban, és ezt szeretném egy hordozóra feltenni,
akkor azért nekem elég sok információt közölnöm kell a felbocsátást intéző céggel. Hát finoman fogalmazva a tudástranszfer az lehet, hogy akaratom ellenére is megtörténik. Úgyhogy nekünk részben célunk volt ezzel a MASZAT egy fejlesztéssel az is, hogy mint CubeSat kategória alapvetően egy oktatási műholdnak felel meg, tehát jól tudunk mérnököket képezni. Ugye ez is, mivel Műszaki Egyetem vagyunk, ez az elsődleges cél, hogy a majdan nagy szárba szökkenő magyar űriparnak mérnököket bocsássunk a rendelkezésére, hiszen hogyha nem lesz mérnök, aki megtervezze ezeket a dolgokat, akkor sajnos előbb-utóbb úgy járunk, mint most a NASA. Én nem biztos, hogy mindenki tudja, sok projektet nem anyagi, oké, hogy államcsőd van, de nem anyagi okokból állítottak le, nem sajnos 60-as évekbeli rakétákat nem tudják maradéktalanul reprodukálni mérnök hiányába. Tehát ez egy elég komoly világszínvonalú probléma. Hogy jó mérnököt tudjunk rendelkezésre bocsájtani. Hát itt látható egy kis animáció magáról a műholdról, majd amikor felkerült a világőrbe, így néz ki, kinyitja szépen az antennáját a pályára állítás után, és onnantól kezdve szívesen kommunikál majd velünk. Itt még azért megjegyezném, ez egy robbantott ábra a műholdról, látszik, hogy közel 2000 alkatrészből tevődik össze. El tudjuk képzelni, hogyha ez 1000 gramba be kellett férnünk, akkor hirtelen és nem tévedhetünk durván 63 grammot plusz-minusz irányba maximum, akkor hirtelen kiderül, hogy a 63 grammot elosztjuk 2000 felé, minden patikai mérlegen kellett lemérni, hogy mit rakunk be ebbe a kis 1 kilós műholdba. Eleinte nagyon sokszor vicceltünk azzal, hogy hát azért álltunk neki CubeSatnak, mert ugye nem először Forma 1-es autót kell építeni, hanem ez egy nagyon jó gokartot. Hát közben rájöttünk azért, hogy a Forma 1-es autót is sok szempontból a gokarttal felül kellett múlni, mert elég komoly tömeg és térfogat korlátunk volt, és hát elég nehéz egy ilyen átlagosabb mobiltelefonnyi, tehát körülbelül egy mobiltelefonnyi energiával gazdálkodó űreszközzel közel 3000 kilométerre kommunikálni. Ugye mi néha mobiltelefonnal a cella állomásig nem tudunk elkommunikálni, pedig elég sűrűn rakták le őket. Hát mi is azért, mint ahogy a cella állomásnál nagyon fontos a lefedettség, próbáltuk a lefedettségünket növelni, mert ugyan van egy nagyon szép komplex földi állomásunk, amiből egyből gyorsan kettőt is létrehoztunk, mivel redundáns minden az űriparban, ezért nyilván nem állhatunk meg egy lábon, mi van, hogyha az egyik kihagy. Ezért létrehoztunk egyből kettőt, hát megjegyzem, van egy harmadik is, de ez már csak a magyar virtus, és próbáltunk biztosra menni. Viszont rádióamatőr sávban kommunikálunk azért, hogy így felhívtuk világviszonylatban is a rádióamatőrök figyelmét a Holdunkra. Ők is az antennájukkal, rádiójukkal, hangkártyával és az általunk rendelkezésre bocsátott szoftver segítségével le tudják gyűjteni a jeleket. Ez nagyon nagy segítség a számunkra. Így kerül föl tulajdonképpen a MASZAT, bekerül egy ilyen pódba, ami a rakéta orrkupjába található, és reméljük előbb-utóbb bekövetkezik a start is számunkra. Föld körüli pályán fog keringeni a műholdunk. Körülbelül itt látszik, hogy mekkora mennyi napot fog kapni a pályája során, és ebből kell gazdálkodnunk. Nagyon sok segítségünk volt egyébként a fejlesztés során, annak idején 2009-ben Charles, amikor fenn volt az ISS-en, akkor a földi antennánkat is kell ugye tesztelni, nem csak a műholdat, a földi antennánk antennaplatformunk tesztelésében nagy segítségünkre volt. De hát az OMS is segített nekünk, meteorológiai balonnal felbocsájtották egy kommunikációs modelljét, ahol azt teszteltük, hogy működik-e a kommunikáció, és nagy magasságban, nagyon hidegben az antennát ki tudjuk-e nyitni. Vicces volt a Monori kukoricatábla közepén megkeresni és megtalálni a műholdunknak a visszahullott példányát, ami egyébként a becsapódás, elég komoly sebesség becsapódás után is üzembiztosan működött. De ettől függetlenül szofisztikáltabb teszteknek is halálvetettük. Természetesen rázópados és vákumos vizsgálatokat is végeztünk. Ebben részben egyébként a Bonhanger is segítségünkre volt, illetve az MFA-ból is voltak itt kollégák, MFA segítséget is kaptunk a termovákumos vizsgálatokhoz. Ugye azért itt megjegyezném, hogy Besenyei úr, mikor a nagyon-nagyon erős kanyarba úgy kicsit feszül és torzul az arca, akkor olyan 12,5 G-t kap. Hát a műholdnak sokszerűen 70 G-t is el kellett tudni viselnie. Úgyhogy elég komoly terhelésnek vetik alá ezeket az űreszközöket, de hát most már elmondhatjuk, hogy kvalifikáltuk PSLV rakétára, és igazából mi az utolsó szoftveres teszteket végezzük, de a hardware készen van, és a felbocsátásra várunk. Mindig szokott jönni a nagy kérdés, mikor bocsátják már végre fel.
Most két start lehetőséget is talomban tartunk, az egyik egy Soyuz rakéta, a másik pedig egy PSLV, mindegyikre megvan a kvalifikációnk, mindegyik nagyjából jövő év ősz környékére várható start szempontjából, amelyik előbb repül, azon leszünk fönt a terveink szerint. És hát nyilván nem áll meg az élet, szerencsére nagyon jó lehetőségek vannak CubeSat körökbe. Ugye eljutott a világ odáig, hogy rájöttek arra, hogy minden a miniaturizálás irányába halad. Tulajdonképpen 50 műholdat, és van is egy ilyen projekt, ez az úgynevezett QB50, 50 műholdat fel tudnak egy nagy műhold áráért bocsájtani. Ez azért izgalmas, mert ez a CubeSat méret, és két unitos CubeSatról beszélünk, 50 darabról. Ez bőven elegendő ahhoz, hogy legyűjtse a fontos szenzorinformációkat, mondjuk egy ionoszféra monitorozás esetében, ez a QB50 erről is szól, ionoszférát szeretnének monitorozni, szóval sokkal nagyobb lefedettségem van 50 műhold esetén, és nem szabad elfelejteni, hogy az ionoszférában azért még van anyag, nagyobb a súlódás, ott egy nagy műhold nagyon hamar elveszti a pályáját és beesik. Rájöttek, hogy ez az egyetlen méret, ami fönnmarad elegendően hosszú ideig, hogy adatot gyűjtsön. És már most tudjuk, hogy van két másik ilyen műhold konstelláció, egy 90 meg egy 70 műholdas konstelláció, amit indítanak. Egyébként a QB50-be kaptunk meghívást, Magyarország építhetne két holdat az 50-ből, egyébként Japán 3-at, az USA 4-et épít, és a két műholdunkkal pont egyel többet építünk, mint bármelyik másik környező ország, Spanyolországig bezárólag a körbe. De hát ugye itt megint arról van szó, hogy a támogatottság a nagy kérdés általában. Azt azért mindig el szoktam mondani, hogy rengeteg sok szponzorunk van, de az én olvasatomban a fő szponzor az a csapat, aki az egész mögött áll és a fejlesztést végezte. Ugyanis, hogyha most financiálisan nézem, akkor a durván 200-230 milliós költségvetésnek több mint a felét, azt az éjjel-nappali Jézus szívekáritás munkájukkal ők tették bele ebbe a projektbe. És igazából az én szememben ők az egésznek a fő támogatói. Azért is próbálunk küzdeni, hogy minél inkább megmaradjanak ezek a projektek, mert hogyha ez a mérnök létezik,